Ezen a felvételen éppen egy vastagbélrákot lehet látni. A rák ezen típusa a második leggyakoribb daganatos megbetegedés Európában és Magyarországon is. Hazánkban is világszerte egyaránt nő a betegek száma. A daganat vagy annak az előszobáját jelentő polip időben történő felfedezése életet menthet, magyarázza a Tolna megyei Balassa János Kórház klinikai onkológiai osztályát vezető főorvos. Minél korábban, annál jobb esélyei vannak a betegnek, vagy páciens, mert ezek végül is a szűrés. Ez nem beteget szűrünk, nem panaszos beteget, hanem egészséges populációt, és azoknél amennyiben műtétel szükséges, esetén kiegészítő terápia szükséges, akkor a teljes gyógyulás ez elérhető. Minden 50 év feletti embernek javasolt a szűrővizsgálat, mondja a szakorvos. Egy tavaly november óta futó országos projektben minden 50 és 70 év közötti embert felszólítanak levélben, hogy adjon le székletmintát a házi orvosának. Akinek a székletében vért találnak, annál elvégzik a vastagbél tükrözést. Erre a Balassa János Kórházban kerítenek sort. Eddig 17 embert vizsgáltak meg, és egy páciens kivételével mindenkinél találtak elváltozást, mondja a szűrést végző Kovalcsik Zsolt. Tünetmentes emberekről van szó, akiket csak az életkoruk miatt szólít meg ez a vizsgálat. Ugyanis ebben az életkorban már olyan rizikóval fordulhat elő a vastagbél daganat, még tünetmentesen, amit már érdemes keresni, mert fogunk találni. És hogyha korai stádiumban kerül a betegség felismerésre, akkor egy igen korai stádiumban akár endoszkópos eltávolítással, tehát a vastagbél tükrözés során az eltávolított rosszindulatú polippal gyakorlatilag meg lehet gyógyítani a beteget. Az elmúlt években nőtt a vastagbélrákban elhunytak száma Tolna megyében a KSH elérhető adatai szerint. Míg 2012-ben 83-an haltak meg vastagbélrákban, addig 2016-ban 103-an, 2017-ben pedig 88-an. Az egész országban pedig 3269-en haltak bele ebbe a daganatos megbetegedésbe két évvel ezelőtt, míg 2012-ben 3279-en hunytak el.